Az órásmesterség bonyolult, pontos koncentrációt és türelmet igénylő szakma, aminek fénykora sajnos leáldozott, kihaló félben van. A komoly műszerész foglalkozást egykor sokan űzték, s egész órás dinasztiák alakultak ki az idők során. Szerencsére Püspökladányban is találunk még órást. A Bocskai utcai garázssoromban Szabó Emese üzlete, ahol többek között órákat javít komoly precizitással. Mikor kezdte a szakmát tanulni, illetve hol tanulta? Szakmát tanulni 84-ben kezdtem el, és Nagyváradon kezdtem el tanulni. És 86-ban végeztem, de fél évet voltam Aradon, hát ilyen szakiskolában. Maga az elméleti részt ott tanultam meg, de maga a gyakorlatit meg egy mesternél. Egy órásmesternél Nagyváradon. Egy idősebb órásmesternél. Miért erre a szakmára esett a választása? Ötvös szerettem volna lenni, de nem sikerült. Nem sikerült, és akkor felajánlották, hogyha esetleg órásnak. De tanulhatok, és a végén megszerettem. Mesélj egy kicsit a tanulási időszakról, mind az elméletiről, illetve mind a gyakorlatiról. Hát maga az elméleti az egy kicsit húzósabb volt, mert nem anyanyelvemen tanultam, de kénytelen voltam megtanulni. Úgy volt, hogy 2-3 hónapot voltunk Aradon, és akkor hát levizsgáztunk. A gyakorlati az meg nagyon jó volt, mert családias légkörben voltam, egy idősebb órásmester és egy fiatalabb kollégina mellett megtanultam, az úgy nagyon jó volt, azért tényleg egy családias volt. És hát fokról fokra természetesen. Először ébresztő órákkal, fali órákkal, és utána majd csak másodévben kezdtem el karórákat javítani. És mi még csak mechanikus órákat javítottunk. Hát elemes órák már léteztek, csak nagyon kevés, és egyedül tulajdonképpen csak elemet cseréltünk bennük. Meg esetleg üveg, szí, de nem volt elemes óra. Mi még nem tanultunk ezt hivatalosan. Hát ilyen autodidakta módon tanultuk meg lassan. És hogy érzi egyébként, ehhez kell érzék is? Tulajdonképpen sok mindent meg lehet tanulni gyakorlattal, mert csak az alapot tanuljuk meg. Nagyon sokat csinál. Kell egy bizonyos, inkább egy kis türelem kell. Türelem kell, mert nem minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, és tulajdonképpen az kell hozzá. De meg lehet autodidakta módon is, valaki nagyon ügyesen meg tudja tanulni. Utána néz, most már interneten keresztül természetesen könnyebb, alkatrészeket azért lehet kapni, és van, aki nagyon ügyesen, de ahhoz, hogy Isten igazából jól haladjon, idő és türelem. Ugye a technikai fejlődés során, tehát folyamatosan változnak az órák típusai, persze, szerkezetei, és hogy lehet ezt nyomon követni? Illetve gyorsan? Annyira gyorsan nem. Ugye a 90-es évek elején változott, Isten igazából, akkor lettek elektromos órák, nagyon sok, hát analóg meg digitális. Utána tulajdonképpen a technika az nem sokat változott, most változott az okos órával. De tulajdonképpen az nem is óra, az egy mini számítógép. Azokat nem javítjuk, vagyis én nem javítom, lehet, hogy lesz kollega, aki meg fogja tanulni, én nem biztos, hogy meg fogom tudni már tanulni. Hát az elemes órákat is, hát tulajdonképpen analogokat, meg digitálisokat is, azt is, hát saját magam jöttem rá, hogy sok mindent hogy lehet, meg azért vannak könyvek, utána lehet nézni, meg tulajdonképpen ez is egy folyamat. A elektromos óráknál nagyon sok mindent cserélnünk kell, nem lehet megjavítani. Hát egy elemcsere az egy automatikusan kezdődik a dolog, de utána tényleg rá kell jönnünk, hogy mi a gond. Egyébként melyik óratípus szereti a legjobban javítani? Mechanikusokat, meg az egyszerűbb elemes órákat, azokat. A mechanikusokat azért szeretem, mert azt meg lehet javítani. Azt, ha van hozzá alkatrész, azt meg lehet javítani. Meg azért kihívást is jelent, nem? Megtalálni, hogy hol a hiba? Na, van egy folyamat ennek is, és tényleg kihívás, mert van, amikor akár végigcsináljuk a folyamatot is, sehogy nem működik. Valami mindig. Hát meg azért előfordul az, hogy már régebbi óra kopottabb, nem úgy jön össze a dolog, és akkor tényleg cserélgetjük az alkatrészeket. Meg van, amiket már nem lehet megjavítani, mert nincs hozzá alkatrész. Mert a régi típusú órákhoz nem nagyon keveset gyártanak. Svájciakhoz igen, a volt szovjet órákhoz nincs alkatrész utánpótlás. Miért szereti ezt a szakmát egyébként? Azért régóta csinálja, nem lehet ezt megunni? Nem, ezt nem lehet megunni. Mindig új kihívás. Meg emberekkel foglalkozom, mert behozza valaki az óráját. Jó, hát általában mindenki szeretné tudni, hogy mi a baja van, hogy van, mennyire lehet megcsinálni. És van egy reális állam, amire érdemes megcsinálni egy órát, van, amit nem érdemes már egy idő után. De valaki nagyon ragaszkodik a dologhoz, és akármennyibe kerül, megcsináltatja. És mondom, ezt nem lehet megunni. Nem. Ez ugyanúgy, ahogy, és főleg azért nem, mert nem csak a szakmával, hanem mi, ahogy emberekkel is foglalkozom, mindenki más. Emese megmutatta, milyen eszközökkel dolgozik.
Az eszközeim azok tulajdonképpen alapvető dolgok, csipeszek, csavarhúzók, egy pár hátlapnyitó van itt nekem, hát kisebb apró fogók, annyira sok eszköz tulajdonképpen egy-egy mérőműszeren kívül nem kell. Van, természetesen van elemmérő, mert hogy ne lenne az alapvető dolgokat megnézni az ember. Tulajdonképpen nem szükséges sok eszköz, hanem tényleg ez is inkább gyakorlat kérdése. Egyszerűen mondjuk jó minőségi csipeszeim vannak, mert általában szerszámaim svájciak, mert azok a legjobbak még mai napig is. Hát de van olyan szerszámom, ami már hát olyan 31 néhány éves, mert nem kell kicserélni. Csipeszeket azokat néha kell, hát meg természetesen nagyító. Nagyító, mert anélkül nem látom. Szerintem senki már. Nem, de annyira nagyon sok eszköz nem szükséges. Azért mondom, hogy tulajdonképpen egy laikus is meg tudja tanulni ezt, hogyha ő levezeti a folyamatot. Sok gyakorlattal azért elég ügyesek. Van nekem ismerősöm is, aki nagyon ügyesen javít órát. Mindig tanácsot szokott kérni, egy-két apró dolgot kérdez tőlem. Úgy vagyok vele, hogy hadd csinálja, ha gondolja. Az órásmester kezei által többfajta óra belsejébe bepillanthattunk. Először csak kinyitjuk az órát természetesen. Én mindig szét szoktam nyitni az órát, mert úgy férek hozzá, utána majd természetesen összerakom, mert máshogy nem férek hozzá a szám hátához. És akkor megnyitom. Kiveszem. Finoman kipattintjuk a elemet belőle. Én már ránézésre azért tudom. Itt vannak a elemeim. Ez a fajtám itt van. Ez lesz az. Elem az nagyon sok fajtája van. Körülbelül olyan 50 különböző fajta elem van. És ezek nagy része mind jó órába is. Így. Szépen. Visszarakom, ilyenkor már nem kell nekem, és egy picit azért hátát megpucolom, mert azért orpiszok az előfordul. Kap egy pici kis szilikont. Össze. Ez mondjuk egyszerűen összement, de valamikor szükséges nekem olyasmi, hogy úgy mondjuk ezt, hogy ilyen hátlaprés. Akkor nem megy össze rendesen az óra, vagy nem tudjuk, akkor tulajdonképpen felteszem a hátát, behelyezem, és amikor sikerül, akkor ráfréselem. ez így szokott működni, az erősebb rápréseléssel. Ezt hát inkább a fém óráknál fordul, mivel hogy ez egy műanyagtokos óra, ennek azért elég könnyen ráment a háta, és ilyenkor természetesen utána beállítom, és utána összerakom. Most 12 óra. Jó. És akkor egy dugós füllel összerakjuk. Ezt innen elfakolom, mert csak így férek hozzá. Megnézem a méretet. Ezt majd így. Össze van rakva, és kész is. Jöhet a következő óra. Általában behoznak egy órát, itt van például, itt van egy másik, és ő neki nem lehet beállítani a időt. Akármit csinálnak vele, nem jön ki maga a beállító kulcs. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy szépen szétnyitom, szétszedem, hogy hozzáférjek.
És akkor ilyenkor ez nem pattintós, hanem menetes. Hát egy nyitóval szépen kinyitjuk. És ilyenkor megnézem, hogy mégis miért nem. Picit ez. Ez már egy más típusú, ez egy nagyobb, és tulajdonképpen ki. Hát ez megmosdásodott, kapott egy kis vizet, de szerintem úgy hagyták. Hát ez egy picit hosszadalmasabb, ehhez szét kell az egész órát szedni, és utána meg kell takarítanom, meg kell olajoznom, és meg kell néznem, hogy tudom megjavítani utána a kulcsot. Ez a nedvességet kapott, nem volt a helyére téve a kulcs. A vízálló órákkal az a helyzet, hogy nem a hátuknál szokott bemenni a víz, hanem általában dátumosok nem mindig tolják vissza rendesen beállító kulcsot. Mert az egyiknél dátumot tudunk váltani, a másiknál órát, és mikor beállítják az órát, nem nyomják vissza rendesen, és mindig általában itt megy be a víz. És ilyenkor az, hogy egyszerűen nem lehet utána állítani az órát, de valamikor jobban is tönkre megy. És erre kitérve, hogy van egy bizonyos összeg, amit érdemes egy órára ráfordítani, hogy megjavítsuk, van, amit nem. De vannak, akik nagyon ragaszkodnak a dolgokhoz, és akármennyi pénzt ráköltenének. De elemes órákat egy bizonyos határig érdemes csak megjavítatni. Például van egy 30 ezer forintos óra, 8-10 ezer forintig érdemes, a fölött már nem szabad vele foglalkozni, mert soha nem lesz. Hát, mert egy javított óra lehet, hogy még lesz 6-8 éve, de lehet, hogy nem lesz csak 2-3 éve. És természetesen attól függ, mennyire öreg egy elemes óra. Ha nagyon öreg, akkor nem kell vele foglalkozni. Csere. Sajnos könnyen cserélhetők, mert nem olyan drágák is. Jó, hát a drágább órákat, azokat természetesen máshogy javítják, és ha olyan speciális baja van, akkor általában szakszerviz. Mert őnekik van hozzá alkatrészük azért. Ha fogalmazhatok így, mennyi egy óra átlag életkora? Egy átlag életkora, egy elemessé, hát például egy mechanikusé az végtelen. Természetesen egy elemes vagy analóg vagy digitális ki, hogy hívja, a 10-12-15, találkoztam én már 20 évessel is, de általában olyan 12-15, több nem, annyit. Mert sokan tényleg kapnak nyugdíjazásra, és szokták mondani, hogy hát őt már kiszolgálja. Szoktam mondani, hogy nem biztos, inkább vegyem még egyet, de nem mondom, 10-10, meg természetesen ki, hogy vigyáz rá, meg mire használja, hogy használja. Hát azért jó mértékkel elbírják a munkát is, de azért van, amit nem szabad. Van, amit, hát úgy mond, hogy bizonyos mértékig kímélni kell ezeket az órákat is. És a mechanikai sérüléseket azokat nem jól viselik. Egyszer-kétszer leeshet, vagy odaütheti az ember, de nem. Végtelenségig nem bírják a dolgot. Egy igazi retro szovjet ütős óra is előkerült. Ez egy nagyobb szovjet óra. Nézzük, hogy tudom. Hát egyszer ennek van egy, úgymond van egy sétálója, ez az inga, és akkor ezt elég könnyű ahhoz képest szétszedni. Ennek van itt két csavarkája, ezt meglazítjuk. És ha minden igaz, ha csak meglazítottuk, ez ki fog jönni. De lehet, hogy teljesen le kell vennem. Teljesen le kell vennem. Azért ez is sok tapasztalat kell, hogy egyáltalán tudja az ember, hogy fogjon hozzá. Hát úgy tapasztalat, hogy igen, láttam. Volt, amit én is csak úgy néztem először, hogy egyáltalán hogy tudom kinyitni, mert vannak olyanok is. És akkor ez egy szovjet ütős. Félkor meg egészkor üt. Most, hogy én egy kicsit megpiszkáltam, elkezdett ütni. Így. Az most, hát nem tudom pontosan majd mennyit üt, de most megállt, és hát így néz ki, természetesen ez a járó része, ez az ütő része, ha nem húzzuk fel az ütőt, akkor nem üt, a járó része, hát ezek úgymond, hogy 8 napos órák, 8 napig, de van ezek között, amelyek egy hónapig is eljár, típustól függően, mondjuk ez egy régi szovjet,
Ez, hát még rajta is van, hogy ja, nincs, ezen nincs rajta, de rajta szokott lenni, hogy Szovjetunióból gyártott. Ezek is inkább ilyen családból maradtak, vagy szokták venni őket ilyen használatosnál, és akkor megpróbálják megjavítatni. És ez a rész erre a húra szokott ütni. Erre a kis húra, és ennek nagyon szép hangja van máskülönben. Nagyon-nagyon. Ez a kis kalapács, a kicsi, és akkor a másik kettő meg egyszerre szokta megütni, és akkor ennek ilyen. Hát mondjuk nem mindenki viseli el, de nagyon szépen. Hát most ezt majd, ezt máshogy nem lehet csak darabokra szedve javítani. Ezt ilyenkor, és ezt úgy szoktuk szétszedni, hogy ne keverjünk össze semmit. Kiteszek egy fehér lapot, papírlapot, általában egy nyomtatópapírt szoktam, és amikor elkezdem szétbontani, akkor darabonként így teszem sorba, mert én se szeretem keverni. Mert jártam már úgy, hogy összekevertem egy csavart, és az Istenek nem akart működni, egy csavarért. És azó, hát meg nekem is könnyebb a folyamat, ha le van rakva, és akkor mikor megtakarítom, mikor rakom össze, akkor visszafele megyek. Meg van, amikor én is lefényképezem most már az okostelefonnal, mert hát vannak, azért ennél komplikáltabbak is vannak. Mivel hozzá ez csak egy félütős óra, azért annyira nem komplikált. Nem így teszlek, hanem így, mert így jobban járok vele. Tulajdonképpen egy olyan 2,5 óra hossz alatt meg lehet ezt csinálni, ha nem jön közbe valami. De van, amikor egy kicsit gyorsabban működik, ha egy alapos takarítás kell, és nincs semmilyen, hát úgy, hogy nem kell egy kicsit dolgoznom rajta, mert ki van kofa, vagy valami, akkor olyan 2,5 óra. De ha ki van kofa, vagy valami, vagy egy kicsit komplikáltabb, vagy évek óta nem járt, és nem tudjuk, hogy mi a baja, amíg rájövök, hogy mi a baja, kicsit hosszadalmasabb. De azért általában szerintem, hogy 2,5-3 óra hosszat meg lehet ezt csinálni. Hely kell hozzá. Azért szoktam általában úgy, hogy fél asztalt foglalom, de ha közben jönnek, akkor természetesen akkor kiszolgálom őket. De így. És ha mondjuk ez alkatrész kellene? Úgy van, nekem is van egy pár szétszedve. Van. Régen nem becsülték őket. 90-es években nem nézték ezeket semminek, és tényleg kicsi pénzekért. Meg volt, aki be is hozta, hogy ne dobja el, itt hagyta, és én abból. Abból vannak alkatrészeim, mert nem, ezekhez már nincs tényleg alkatrész. Ha már retro, egy csehszlovák szép piros fekkelt is mutatott nekünk Emese. Ez például egy csehszlovák óra, egy ekkora picike kis szerkezet van benne, ez is javítani kell, így néz ki, és akkor ezek a fős, ezek a csörgő össze van rakva, és akkor egy ekkora hátta van. De mondom, ez egy primo óra, ez egy cseh, de őket se gyártják már. Nem tudom, honnan szedték, de egy úr meg akar csináltatni, mert szereti a felesége, hogy jár az óra. Kis aranyosak, ezek javíthatók tulajdonképpen, és azért, hogy nem egy és tényleg mekkora picikes szerkezet, mert azért ez egy nagyobb, és ez ekkora. De ezeket a picikes szerkezeteket hagyományos kicsi méretű órákba is beletették, csak mivel hogy ezt így csinálták meg így. Nem tudom hány éves lehet, de egy a 35 éves biztos van ez az óra, még lehet több is. Ezeknek a régi óráknak a javításához tapasztalatra van szükség. Vajon lesz-e utánpótlás az órás szakmát illetően? Inkább a dinasztiáknak vannak utánpótlásai. Maga az órásságon már nem nagyon lehet csak abból megélni. Mellette még kell valamit csinálni, de ha ilyen dinasztián keresztül, hát ahol tényleg nagyon sok helyen vannak, hogy Szegedtől kezdve, Budapesttől kezdve vannak, hogy már harmadik, negyedik generációs, ők már nem csak javítanak, hanem ők alkatrészt is gyártanak, meg gyártanak órákat is. És abból azért meg lehet élni, annak nagy piaca van. Nagy piac, csak ahhoz tőke kell, meg hát nem csak tőke, hanem nagyon jól kell érteni hozzá. Mert egy alkatrészegyártása azért az már nem csak esztergát kíván, hanem több mindent. Hát ott milliméter pontosságúnak kellene. Hát most már azért egy komolyabb ilyen esztergő, és azért már tőker, hát 5-10 millió forintnál kezdődik meg. Mert a régi mechanikus esztergákkal nem nagyon lehet ilyesmiket megcsinálni. Vagy ha meg lehet, ahhoz nagyon érteni kell. Azt nagyon érte. Mi tényleg, ahogy mondja, milliméter pontosság, az össze kell illeszkedjenek, a fogaskerekektől kezdve minden. Hát egy tokot megcsinálni. Mondjuk azokat általában vásárolják készen a tokokat, és abba építik bele a saját típusú óráikat. És vannak, lehet, szerintem lesz jövője, lesz, hanem más, nem sokan leszünk, mert hát azért én is idősödöm, azért csak kihalunk lassan, ahogy szokták mondani, de lesz jövőre, egy pár ember azért csak meg fog maradni belőle. Meg még ki tudja, mit hoz a jövő. Magyarországon hol lehet órásnak tanulni? Ha jól tudom, hát tulajdonképpen nem tudom, hogy van-e órásképzés. Olyan van, hogy Ausztriában van elméleti képzés, és általában itt vagy egy mesterhez megy valaki tanulni, vagy ahogy mondtam, ilyen családon belül tanítják meg a gyerekeiket. Nem tudom, hogy van-e Magyarországon órásképzés. Megszámlálhatatlanul sokféle óra létezik a világon. Láthattunk modern karórákat,
s régi gyártású, igazi kuriózumokat. Talán a későbbi években is marad még hely a régi óráknak, és nem veszik át helyüket teljesen digitalizált társaik.